Állattartó feladata gondoskodni az állatokról. Azaz a szaporulatról is fontos lenne minden gazdának gondoskodnia. A felelőtlen állattartás egyik ismérve ugyanis pontosan az, amikor a négylábú kedvencek száma otthon megnő, és már nincs szükség rájuk. Ekkor, mint ahogyan azt rengeteg példa is mutatja, végül dobozban, kidobva, magukra hagyva végzik az út mentén. A cicák lassan nem férnek el a menhelyen. A Herosz-Fehérvári állatotthonban jelenleg is több mint 100 macska van. A hely azonban egyre fogy, és ebből a 100 macskából itt a Cicaóviban 12 kis cica vár gazdára. Ő is többek között itt a kezemben, neve Moszi, egy kislány, 2-3 hónapos. A nyugodt természetű macska szívesen játszik a Cicaóviban társaival nap mint nap. Ugyanakkor az idő egyre fogy, éppen úgy, mint a hely, pedig lehetne ez másképp is. A macska az alapvetően magányos vadász. Ő, hogyha vadászik, akkor egyrészt területet véd, a vadász területét azt védi, tehát nem enged be idegen macskát. Másrészt pedig, ha a létfenntartásra fordítja az energiáit, akkor nem szaporodik, mert a létfenntartás mindig előrébb van, mint a fajfenntartás. Ebbe a folyamatba nyúl bele az ember. Nem is nézi meg valójában, hogy tényleg kóborcica vagy kóborló, mert azért ugye a cicáknál ezt nem lehet annyira eldönteni. Elkezdi etetni a cicát, gyakorlatilag a macska leáll a vadászattal. Ez azt hozza magával, hogy ezután már területet sem véd az állat, a szaporulat pedig beindul. Télen nem kellett a cicóvit nyitva tartanunk, mert elfogytak a kölyök cicák télre. Most viszont az van, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt a 3 ivarzásból 1, maximum 2-ből lett vemhesség. Most már mind a 3 alkalommal vemhesek a macskák, tehát már tél közepén is kaptunk vemhes macskát. Kedvesen, de mégis óvatosan próbálnak közelíteni ezek a kölyök kutyák stábunk felé. A kamerát már messziről kiszagolták. A cicák mellett az itt élő kutyusoknak is nagy szükségük lenne társra. Jelenleg 80 ebb vár szerető gazdára a Herosz-Fehérvári állatotthonában.